Sorba dőlnek vissza a broker kormányra a saját hazugságai a Questor botrány kapcsán. Most például a külügyminisztérium tett beismerő vallomást, és ez alapján tett egy feljelentést. Kiderült ugyanis, hogy bár az embereket eláruló miniszterelnök elintézte, hogy a Questornál elhelyezett állampapírok alaptőkét a külügy készpénzben visszakapja, de a két év után járó több százmillió forintos kamat bent ragadt a Questorban. A külügyi tárca tett hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt feljelentést, de ahogy említettem, ez a feljelentés önmagában egy beismerő vallomással ér fel, hiszen kiderült, hogy vagyoni hátrány keletkezett a külügyminisztériumnál. Egyrészt azt is beismerte a külügyminisztérium, hogy Orbán Viktor hazudott, amikor én megkérdeztem tőle a parlamentben, hogy kíván-e felelősségre vonást, kíván-e vizsgálatot indítani emiatt a szerződés miatt. Orbán Viktor nekem azt válaszolta, a külügynél a jelek szerint megvan a pénz, rendben. Most kiderült, hogy nem az összes pénz, hiszen több százmillió forint hiányzik. Másrészt azt is beismeri a külügy, hogy hanyagul, hűtlen módon bántak a közpénzekkel. Hogy tehetett a külügy, vagy bármely szervezete több milliárd forintot a Questorba, amelynek tulajdonosai között rengeteg offshore céget találhatunk. Mi történt március 9-e és a tegnapi nap között, ebben az egy hónapban mit tett a külügyminisztérium, hiszen március 9-én már megkapta ezt az összeget, ezt a közel 4 milliárd forintot, már akkor látta, hogy nem állampapírt kapott vissza, hanem készpénzt. Egy hónap kellett neki ahhoz, hogy megszámolja, mennyi pénz hiányzik, és büntető feljelentést tegyen. És akkor most csodálkoznak, hogy ez a sok százmillió forint eltűnt. Hol van a pénz? Az államkasszából hiányzik több százmillió forint, a broker kormánynak ezzel a pénzzel el kell számolnia. A helyzet most tehát az, hogy a miniszterelnök hazudott, a külügy pedig eltőzsdézett több százmillió forintot. A Fidesz és Jobbik koalíciója mindeközben pedig mélyen igyekszik minden részletet elhallgatni, pedig a külügy és a kereskedőház büntetőjogi felelőssége nyilvánvalónak tűnik. Az MSZP ezért nem hagyja, hogy az emberek pénzét eltőzsdéző brókerkormány vezetője és tagjai megússzák ezt a cselekedetüket, ezért a mai napon ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt feljelentést fogunk tenni. A brókerkormánynak el kell számolnia a hiányzó százmilliókkal. Mind az államháztartási törvény, mind a nemzeti vagyonról szóló törvény tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyeket a külügyminisztérium ebben a botrányos és szövevényes ügyben megsértett, és ebből több százmillió kára keletkezett az államnak, ezáltal a magyar embereknek. Ezt nem lehet hagyni, ezért tesszük meg a feljelentést.